Tájház konferencia Boldogon. Tragédia Csányban. Köszöntöm nézőinket, Önök a HOTV híradóját látják, Farkas Renáta vagyok. Élő hagyományok a Tájházban címmel országos szakmai konferenciát tartottak Boldogon. A Magyarországi Tájházak Szövetsége 17. alkalommal rendezte meg éves kongresszusát. A helyi kultúra autentikus és hiteles színterei a tájházak. Az országban több mint 400 népi műemléknek minősített épület található. Boldog község lakossága a mai napig hűen ápolja a hagyományokat. A boldogi ember méltán büszke népviseletére, melyet sokan még ma is hordanak a faluban. A közösség számára az 1871-ben épített tájház testesíti meg mindazt a történelmi néprajzi örökséget, melyet őseinktől kaptunk. Az első szobában be van rendezve egy tiszta szoba, a helyi hagyományoknak megfelelően egy élettér, egy interiőr. A konyha és a régi szokások, a régi életvitel szerűen van berendezve, a hátsó szobában pedig egy viseletkiállítás van berendezve, a helyi népviseletből egy lakodalmi menet formájában mutatja be a kicsitől a nagyig az ünneplő ruhákat, az ünneplő viseleteket. A Magyarországi Tájházak Szövetsége szeptember 26-a és 28-a között a Boldogi Művelődési Házban tartja éves szakmai konferenciáját. Boldogon vagyunk. 2017-ben az év tájháza díjat Boldog település kapta, a Boldogi Tájház, és ma átadtak megint egy díjat, ez a Bakony tájház kapta Veszprémben. A Tájház Szövetség itt tartja az éves kongresszusát, ilyenkor az ország minden részéről összejönnek szakemberek, és a Boldogi Művelődési Házban voltak. A helyi identitás pedig azért fontos, mert ezek a gyökereink. Ha nem tudjuk, hogy honnan jöttünk, hogy kik vagyunk, hogy milyen családban, milyen nemzetben, milyen nemzetségbe tartozunk, akkor nem tudunk alkotni, akkor az életben nem tudunk előre menni. Gyökerek nélkül nincs élet, Boldogon őrzik ezeket a gyökereket, gyönyörű szép népi ruhákba, gyönyörű szép programokba megéri ez a település mindennapjaiban, az, hogy milyen gyökere és identitás tudatuk van, adjon a Jóisten erőt nekik ehhez. A tájház megújulását az egész falu figyelemmel kíséri. A benne zajló programoknak, új kiállításoknak, fejlesztéseknek kiemelt figyelmet szentelnek. 2017-ben a Boldogi Tájház kiérdemelte az Év Tájháza címet. Meghalt egy 6 éves kislány Csányban. Csütörtökön a déli órákban érkezett bejelentés a Heves megyei rendőrkapitányságra, miszerint baleset történt a Csányi óvoda udvarán. A gyermekre egy 80 kilós fából készült mászóka dölt rá. A kislány a helyszínen életét vesztette, további két gyermek pedig megsérült. Csányon az óvoda udvarán kidőlt egy mászóka, és ennek következtében egy 6 éves kislány életét vesztette, további másik két gyermek orvosi ellátást igényli sérüléseket szenvedett. A eset kapcsán a megyei rendőrség kapitányság bűnügyi osztály indított ismeretlen tetteselben nyomozás, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekmény gyanúja miatt. A helyszín szemlét egyébként a késő esti órában fejezték be munkatársaim, tanúkihallgatásokat végeztek, illetve még ezekben a percekben is tartanak a tanúkihallgatások, illetve természetesen a különböző orvos szakértői vélemények és más egyéb jellegű szakértői vélemények beszerzése is szükségessé válik az eljárás lefolytatásához, amely gyakorlatilag ezekben a percekben is tart. Medve István Csány polgármestere megkeresésünkre elmondta, minden segítséget megadnak a gyászoló családnak. Köszönöm figyelmüket, híradóval legközelebb kedden találkozhatnak. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! Szombaton erősen felhős időre készülhetünk. Helyenként számíthatunk esőre, záporra. A szél időnként élénk lehet. Hajnalban 10-15, délután 18-25 fokot mérhetünk. Vasárnap kezdetben sok felhő lesz felettünk, majd délutánra egyre nagyobb területen felszakad a felhőzet. Sok napsütés ígérkezik, legfeljebb jelentéktelen csapadék alakulhat ki néhol. Az élénk szélben 21-26 fokig melegszik a levegő.
Hétfőre megnövekszik a felhőzet, és napközben feltámadó széllel, esővel, záporral, néhol zivatarral hideg front érkezik. A nyugati, északnyugati szelet többfelé erős, viharos lökések kísérhetik. Az enyhe hajnal után napközben 17-24 fok valószínű.